Nagy Réka vagyok, Viola da Gamba játékos. Ebben a videóban a Viola da Gambát, ezt a kevéssé ismert, ám annál csodálatosabb hangszert szeretném bemutatni. Az évnek ebben az időszakában a közönség biztosan találkozhat a Viola da Gambával, ugyanis Johann Sebastian Bach Máté és János Passiójában is nagyon fontos szerephez jut. A gamba irodalom egyik legcsodálatosabb műve a János Passióban felcsendülő Es ist vollbracht kezdetű ária. Két térdünk között tartunk. Először a 15. században bukkant fel Európában, majd később a barokkor és a reneszánsz kor legkedveltebb, legismertebb hangszere lett. Eleinte konzortban, illetve kisebb együttesekben hallhattuk, és csak később a barokkorban, leginkább Franciaországban vált szóló hangszerré. A konzortban eredetileg egy szoprán gamba, tenor gamba és basszus gamba voltak. Ezeknek 6 húrjuk van, kvartokra hangolva, és a közepén egy terccel. Az én kezemben látható hangszer egy érett barokk francia szóló hangszer, és ez abban más, hogy van egy 7. húrja alul. XIV. Lajos kedvenc hangszere volt a Viola da Gamba. A gambáknak egyenes lapos hátuk van, és csapott válluk. Ez ismerős lehet a nagybőgőtől. A nagybőgő a gamba család egyetlen tagja, ami a mai szimfonikus zenekarban is megtalálható. A landhoz és gitárhoz hasonlóan bundjai vannak. Ezek előnye, hogy az ujjaink helyett a bund fogja le a húrt, ami így sokkal konkrétabb, minden hang úgy szólhat, mint egy üres húr. A vonót is egészen máshogy tartjuk a hegedű családhoz képest. Alulról fogjuk, a középső ujjunkkal pedig közvetlenül a szőrt irányítjuk, így még intimebb és precízebb a kapcsolatunk a hangképzéssel. Végül Mare Maré-tól szeretném eljátszani az egyik kedvenc tételem egy részletét. Ebben hallhatják majd a francia barokk gambazenére jellemző finomságokat, apró díszítéseket, akkordokat és a gamba sajátos zengő hangját.